május 25-én vasárnap korán keltek a szavazó biztosok, hogy 6 órára az urnák már felkészülten várják a választókat. A napsugárovíva az első szavazó pontban 6-kor érkezett. Az azonosító igazolványok ellenőrzése után gondosan megvizsgálták az üres szavazó urnákat, kitöltötték a hitelesítés igazoló szelvényeket. A lezárás követően pecsételések, majd a hitelesítő aláírások következtek. Az első voksok úgy negyed hét körül érkeztek az urnákról. Kills me, makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Egy órája mennek Balmazivároson már az Európai Uniós választások. Hogy kezdődött a nap? Minden rendben zajlott, úgy, ahogy korábban az országgyűlési választások alkalmával is a szavazatszámláló bizottságok tagjai, elnökei megjelentek, elvitték a kellékeket, elfoglalták a helyüket a szavazókörben, és felálltak a bizottságok. Nagyon korán van, és a hajnali zápor is egy kicsit úgy megzavarta a kedélyeket, mégis úgy reggel 7 óráig az első jelentésnél hányan mentek el szavazni? 140-en jelentek meg a kollégák jelentése szerint a szavazókörökben. Ez soknak vagy kevésnek számít az eddigi gyakorlat szerint? Az országgyűlési választásokat, ha összehasonlítjuk, akkor kifejezetten kevésnek számít. Én bízom abban, hogy a választópolgárok nagyobb aktivitást mutatnak a nap hátra lévő részében, és nagyobb számban megjelennek. A vasárnap ugyan szemelkérő esővel indult, ám egész délről csodaszét napsütés ragyogott Újvárosra. Talán a május utolsó vasárnapjáról eső gyereknapi rendezvény miatt, vagy ki tudja miért, de kevesen adták le voksukat az uniós jelöltekre. Balmazújvároson a névjegyzékben 14.252 választópolgár szerepelt, 3.514 fő jelent meg, 24,66%-os volt a részvételi arány. Este 7 órakor valamennyi szavazókör befejezte a munkáját, napközben rendkívüli esemény nem történt, bejelentés nem érkezett a választási iroda részére.